Nekem volt ilyen konzultációm, tehát ilyen első bajai konzultáció, meg amikor megkérdeztem konkrétan arról, hogy ezt, 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 vagy ezt szeretnék, és az lett. Tehát sokkal szélesebb spektrumon mozog ez a kifejezés, meg maga ez a csomag, ez az átláthatóság, mint, mint sem csak pénzről beszélnénk. Közérhető beszéd, be beletörött a bicskánk. Tehát egy, egy hivatalon, cégeinken átverni azt, hogy Míg az, az átment, hogy a paragrafust nem muszáj az első bekezdésben, hanem csillaggal lentre is lehet, de azon túl ez az a big fanyelv, amit mindenki nyilvánvalóan ismer, amihez majd, hogy nem tényleg jogi diploma szükséges, vagy nagy közigazgatási tovasztalat ahhoz, hogy megértse valaki, az, az, nem sikerült legyűrni. És ez itt az átlátszó k közös podcastje, amelyben most úgy lesz közös, hogy csak én vagyok, illetve a vendégeink, Nyirati Klára Baja, illetve Soproni Tamás. Terézváros polgármestere. 2014-ben indította a Transparency International, a K-Monitor és az Átlátszó a közös ez a minimum névre keresztelt programját, amely az önkormányzati átláthatóságot próbálta valamilyen módon növelni, és arra kérte az önkormányzaton induló, az önkormányzati választáson induló jelölteket, hogy vállalják azt, hogy ennek a feltételeit, amennyiben megválasztják őket, az önkormányzat működésében érvényesíteni fogják. A legutóbbi adásunkban hivatali emberek vallottak arról, hogy a hivatal működésében ez miként valósult meg. Most pedig két polgármester a vendégem, tehát a döntéshozatali oldalról tudjuk megnézni azt, hogy az ez a minimum, program, illetve, hogy általában az önkormányzatok átláthatósága miként néz ki a mindennapi működés során. Mind a ketten 2019-ben lettek polgármesterek. Első kérdésem az, hogy milyen átláthatósági viszonyokat sikerült örökölni Baján, illetve Terézvárosban. Kezdem először Nyirati Klárával. Inkább a... úgy fogalmaznék, hogy átláthatóságtalan, tehát átláthatatlan viszonyokat sikerült örökölni. Nekem elég sok időm ment el azzal, hogy próbáltam kibogozni a viszonyokat, kibogozni a, a szerződéseket, rengeteg üres számítógépet találtam, tehát mindent eltüntettek mindenhonnan. Nagyon sok ügyirat eltűnt, úgyhogy meg kellett küzdeni azzal, hogy egy csomó idő kereséssel telt el, és nagyon sok mindennek nem is jutottunk a végére. Na már, mint mi az, hogy ügyirat eltűnt, de van ez egy iktatási rendje? Hát mondok, irányja, igen, a... igen, és aztán ilyen kar széttárásos módszerrel. Hát lehet, hogy egy cégnek a, az irattárában van, lehet, hogy a másik irattárban van, aztán végül nem volt sehol. Tehát az önkormányzathoz tartozó cégeknél volt egy ilyen Baja Marketing nevű kis gömböc, amit a Fidesz létrehozott, és gyakorlatilag mindent belegyömiszölt az összes rendezvénytől kezdve, a, a tehát a marketing a neve is mutatja, marketing programokat és egyebeket, de még a gyermekétkeztetést is, és általában ott tűntek el, tehát az, az volt a, a, az a hely, ahol eltűntek az ügyiratok. Tomás? Én ezen a, hogy úgy fogalmazok, hogy passzívabb oldalon, tehát mondjuk az iratkezelésben, én ott nem tapasztaltam dokumentumkezelésben problémákat, Inkább az aktivitás, a proaktivitás hiányzott, de az mondjuk zérus volt nagyjából. Tehát akár a vagyonnyilatkozatokra gondolunk, akár a képviselőtestületi üléseknek a nyilvánosságára, akár a cégeinknek mondjuk a közérdekű adatigénylésre, nem, akkor még nem a mi cégeink, tehát a Terézvárs Önkormányzatának cégeinek a, a közérdekű adatigénylések kezelésére. Szóval ezekben mutatott inkább szerintem elég rossz teljesítményt mint az előző veletés. Én szerintem azért is jó az, hogy azt veszem észre, hogy most nem csak azok, akik, akik ez a minimumra feliratkoztak, vagy, vagy aktívan szerették volna, hogyha monitoring az is őket, de szóval az ellenzéki képviselők, polgármesterek nem csak belső indítatásból, de rá is voltak valamilyenre kényszerítve, hogy megfeleljenek ugye a saját közösségüknek, saját érték, az ő értékrendjükhöz közelebb álló véleményformáló közösségének is, és ez egy nagyon szuper dolog, mert hogyha mondjuk a Fideszben is lenne egy hasonló, ők ugye mindent politikai oldalak mentén látnak, ha a Fidesz oldalán is lenne egy hasonló az átláthatóságot egyébként, mint értéket felvonultató közösség, akkor lehet, hogy már korábban is ilyen eredményeket értek volna el. Ebben most nem menjünk bele, mert nyilvánvalóan van, csak ott a Mások a, más az érték tehát ott más tud botrányt kiváltani. Nyilvánvalóan egy arra kondicionált közösség, amelyik azt mondja, hogy a összefonódásokból áll a politika, ott jobban számunk kérik azt, hogy az érték preferenciámon előbbre jut az átláthatóság maga. A k végezte azt a monitoring tevékenységet, amelyre utaz, tehát azt, hogy azok az önkormányzatok, amikor az ez a minimum programmal részt vettek, azok egy különböző pontrendszer alapján, hogyan lettek itt a harmadik és ötödik hely a önkormányzatokról beszélünk. Ez az eredmény, amelyet ezek szerint sikerült elérni, és amely a K-monitor szerint meglehetősen előkelő, ezt hogyan sikerült elérni négy és fél év alatt? Milyen olyan döntéshozatali pontok voltak, amelyek hozzásegítették az önkormányzatokat ahhoz, hogy átláthatóban tudjon működni? Jó. A, nekem az első pont az az volt, hogy egy társadalmi megbizatású alpolgármestert, aki egyébként jogász, kértem föl arra, hogy foglalkozzon magával az átláthatósággal, és, és felügyelje a hivatal munkáját, ugyanis hát ez alapvetően a hivatalnak jelentett rengeteg munkát az administratív része, tehát a szerződések feltöltése. Két nagy csomó pontja van, az egyik ez, tehát feltölteni a szerződéseket egy felületre, ahol aztán a, a lakosság mindennek utána tud nézni. A másik, amit én szintén átláthatóságnak nevezek, az az, az én saját munkám, a kommunikációm a lakosság irányába az egy, majd nem mondhatnám, hogy egy egyszemélyes tevékenység volt, tehát én nagyon fontosnak tartottam, és ezt azért ki is emelték igen, többen. Azt az igen, az igen, 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 Tehát szóval azt, hogy mindig mindenről tudjanak az emberek, és, és én azt gondolom, hogy, hogy ez is egyfajta átláthatóság, hanem számokkal dobálózunk feltétlenül, hanem egyszerűen csak közöljük azt, hogy mi zajlik. Hát nyilván van egy szabályozási oldala is ennek, amit, amiket meg kellett lépni, meg lehetett lépni. Mi például azért futottunk bele nehézségbe, amikor még nem volt az SMS-ben, ugye amikor megérkeztünk ezt szabályozva, vagy a vagyonnyilatkozatoknak mondjuk az átláthatósága az milyen, akkor, akkor, a képviselők az ellenzéki oldalról is teszem hozzá, msp s képviselők, ezt is hozzá teszem azért, ők, 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 elzárkóztak ettől, aztán később az is volt, hogy ők például azt mondták, hogy oké, okay, oké, okay, feltölthetitek, de, de a tavait töröljétek. és akkor hát az, nyilván az értelmét veszi el, hát nem lehet nyomon követni. Hát persze lehet, hogy valaki letölti, de mégiscsak nehezebbé teszi a nyomon követését valakinek a, a gazdagodására. Nem van, voltak rutinosak, ugye ebbe kell írni előre a fél parlamentet, és akkor ahhoz képest a következő Mindig vagy a nyilatkozat az <laughs> mindenképpen jobban néz ki. Lehet, lehet. De ez voltak, voltak ezek a szabályozási elemek, amiket aztán végül sikerült meglépnünk, és valószínűleg azért egy külső nyomásra is, a, a nyilvánosság nyomására is ezek az emberek is megszavazták előbb vagy utóbb. Nálunk a kabinetben van egyébként egy személy, aki ezeket nyomon követi, és ő a hivatalom, meg a cégeinken is átveri. Most nyilván az egy formálisabb kapcsolat a, 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 cégeinkkel, ilyen szempontból, vagy a kabinetből valaki ezt kezeli, de a cégeinken belül is vannak olyan megbízottak, akik ez, ezért felelnek, úgyhogy ezek voltak a lépések szerintem. Nyíroti Klára előbb itt említett te az állampolgárok tájékozódását, te meg szóba hoztad a proaktivitást. Ezt most azért mondom, mert amikor átláthatóságról beszélünk, ahogy te is vagyon nyilatkozatokat hoztál szóba, elnézést kérek egyébként, csak más Tamás meglehetősen régen ismerjük egymást, és egyszerűen valahogy nem állt rá a szám arra, hogy magázódjunk, pedig egyébként néha a rádióban ezt megszoktam tenni. Szóval, hogy korrupció, vagyonosodás, képviselők jutnak eszünkbe, holott egyébként alapvetően nem feltétlenül erről van szó, és valószínűleg az embereket ez érdekli kevésbé, egy kicsikét bele is vannak fáradva, vagy jó, oké, okay, rendben, persze döntéshozó, akkor jól fog járni vele. Viszont ennek van egy teljesen másik oldal, az, hogy hova kell mennem mennyire gyorsan fogják elintézni, mennyire nem pockázik velem a hivatal, hanem ezt átlátható módon tudom megtenni. Abban az esetben, ha pályázni szeretnék, az hol kell megtennem. Kik pályáznak egyáltalán még erre? Abban az esetben, ha felújítják a házamat, a parkot és a többit, akkor hol lehet erre jelentkezni és a többi. És ugye ez egy proaktív tevékenységet igényel, mert nem arról van szó, hogy a hivatal passzív módon kiadja a közérdekű adatigénylésre beérkező átlátszós kérésre a megfelelő adatot, kitöröl be belőle mindent, majd aztán kiszámlázza nekünk, hogy ez nagyon drága volt, hanem az, hogy eleve úgy állítja be a működését, hogy, hogy, az az állampolgári ügyintézésben, a pályázó cégek szempontjából ez jó legyen. Ez, ezzel kapcsolatban, most sűrűn bologatnak mind a ketten, de hogy ez mennyire volt egyértelmű mondjuk, amikor az ember polgármester lesz. Nekem maga a szó, hogy átláthatóság körülbelül ezt jelenti, tehát nem feltétlenül a korrupciót. A korrupciót annak jóval mélyebb gyökerei vannak, én azt gondolom, ha most addig megyünk csak el, hogy nyilván egy ügyintéző egy, egy, egy fejlesztési irodánál abban a pozícióban van, hogy nagy cégekkel tárgyal, és a fizetése az meg nem túl magas, tehát innentől kezdve akkor ássunk sokkal mélyebbre a korrupció tekintetében, főleg egy vidéki városban, ahol azért nem is vagyunk annyira ellátva szakemberekkel ez csak egy nagyon kicsi szelete az átláthatóságnak. És én főleg inkább... egy vidéki városban, ahol van mondjuk egy kertesháza, és van még mindeközben valami kiegészítő Pontosan tevékenységet, igen, igen, tehát nem igen, is arról van szó, igen. hogy táskában megjelenik, hanem meg egyszer csak megáll egy teher persze, nem persze. tudom, föld, Így lőttem. van, így van. Úgyhogy én az átláthatóságot sokkal szélesebb spektrumon értelmezem. Tehát a számomra az átláthatóság azt jelenti, hogy a város, a vidék, Népe, tehát a polgárok belelátnak az önkormányzat működésébe. Tehát arra, vagy a, arra vonatkozólag vannak információik, hogy mikor, mi történik, a közpénzt hogyan költjük el, mire költjük el, esetleg beleszólásuk is van, tehát részvételi költségvetés például, megszavaztatok egy csomó dolgot. Nekem volt ilyen konzultációm, tehát ilyen elsőbajai konzultáció, meg amikor megkérdeztem konkrétan arról, hogy ezt, 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 vagy ezt szeretnék, és az lett. Tehát sokkal szélesebb spektrumon mozog ez a kifejezés, meg maga ez a csomag, ez az átláthatóság, mint mint sem csak pénzről beszélnénk. Veszélyes szó ez, mert a, szóval a kormány és a főváros is már egy kicsit lejáratta a konzultáció kifejezést. Igen. Nekem ugye a fővárosban is volt ezzel kapcsolatban konfliktusom, ah. hogy milyen kérdéseket és válaszokat lehet beírni egy ilyenbe. De igen, szóval ezt kezeljük kicsit szélesebben, és el is mondanám egy sikerünket, meg egy, meg egy, szerint, meg egy sikertelenségemet. Az előbbi az az, hogy pont ez a fajta lehetőségekről való kommunikáció. Tehát a választó tényleg nem az érdekli egyébként alapvetően, az a újságírókat persze igen nagyon helyesen, és aztán közvetetten a választókat is, de de az érdekli, hogy ő hol tud pályázni, akár lakásra, hogyan zajlik ez a pályázás, hogy választják ki ezeket, mert az, azért, az már érdekes lehet számára, mikhez férhet hozzá, milyen támogatásokhoz, akár ki az ő képviselője, mert egyébként még ez is van ahol nehezen elérhető, és ebben ugye egyrészt ennek van a költsége, ami, ami, miatt megint csak támadhatnak minket, még egy honlap. Hát egy olyan 20. századi, vagy ilyen 1990-es éveket idéző honlapunk volt korábban, ami nyilván egy választó számára is, egy, egy, egy terézvárosi polgár számára is ö, sem nyújtja azt, a, amit mondjuk elvárna egy ilyen szolgáltató felülettől. De hogy ezekben szerintem nagyon sokat sikerült előrépni, ilyen kisokos, még szociális kisokkos, minden támogatásunk benne van egyszerű nyelvvel relatíve, tehát hogy, hogy tényleg mindenki értse. De ha már egyszerű nyelv, akkor itt, itt az én én, én sikertelenségem, amit nyelvészként különösen nehezen éltem meg, az az, hogy azért a közérhető beszédbe beletörött a bicskánk. Tehát egy, egy hivatalon, cégeinken átverni azt, hogy. Még azt, az átment, hogy a paragrafus nem muszáj az első bekezdésben, hanem csillaggal lentre is lehet, de azon túl ez a big nyelv, amit mindenki nyilvánvalóan ismer, amihez majd, hogy nem tényleg jogi diploma szükséges, vagy nagy közigazgatási tapasztalat ahhoz, hogy megértse valaki, az, az, nem sikerült legyűrni. Nekem van egy június 10-i listám, amin a kis feladataimat felírtam előre, akkor is, ha jól alakulnak a dolgok, de akkor is, ha nem, hiszen még októberig azért mindenképpen ezt a feladatot el kell látnunk, de hogy ezt, ezt előre veszem, mert hogy, hogy ebben nagy, nagyon sok teendünk van még. Ebben abszolút egyetértek. Szerintem lehetetlen átverni a, ,verni a hivatalon ezt. Tehát én azt gondolom, hogy magyarítani kell a hivatalnak a működését. Én azt csináltam. Tehát egyrészt, egyrészt ezeket a jegyző által kiadott szövegeket mindig közérthető nyelven elmondtam, videókban, leírtam, posztokban, meg rendszeresen tartottam egy ilyen teázza polgármesterrel elnevezésű programot, amikor mindig más városrészbe mentünk el a kollégáimmal. Egyébként a szociális irodáról hívtam magammal egy embert, meg a városüzemeltetés irodáról, hogy ott választ kapjanak a lakosok azokra a kérdésekre, amikre egyébként nem találják a választ, vagy, vagy amit szeretnének itt személyesen megbeszélni. Ez egy rendszeres program volt. És nagyon sok tekintetben volt hasznos egyrészt emiatt, tehát az egyszerűsítés miatt, másrészt meg azért, mert valóban nem vesztek el az e-mailek útvesztőjében, hanem egyenesen telébe megkérdezték azt, amit szerettek volna. Ez mondjuk egyébként ismert kérdés, amit felvetettél, és de mondjuk egyébként Baján ennek elve máshogy kéne lennie, mert egy terézváros szerű településen, amelyik ugye egy kerülete a városnak, a hivatali dolgozóknak egy jelentős része gondolom nem is terézvárosi. Igen. Baján viszont gondolom a hivatali dolgozók elsőprő többsége bajai. Igen. Tehát akkor őt meg lehet kérdezni a piacon, hogy az hogy is gondolta a terézváros esetében nehéz. Apropó, te ezt irigyled egyébként Bajától? Mert tudom, hogy oké, okay, rendben, kimész a Hunyaditérre, meg egyéb helyekre, ahol helyiek előfordulnak, hétvégente ott vagy, de mégsem olyan, mint egy vidéki város esetében, ahol jól láthatóan ott él le mindenki az életét. aki a Ezzel közrakat. vitatkoznék, Igen. amit mondasz, maradjunk a formán. Tehát azért 34 ezres város, az innen kicsinek látszik, de olyan tekintetben nem kicsi, hogy a hivatal dolgozói, azok nem, nem, tehát nem, közismert emberek. Tehát ők ülnek az irodájukban, és a város java részének fogalma nincs arról, hogy kik ülnek azokban az irodákban. Tulajdonképpen még az iroda vezetővel is csak néhányan találkoznak. Én négy és fél év alatt azt tapasztaltam, hogy ugyanazokkal az arcokkal találkozom a fogadórán, az épületben. Mert a jegyző szokta mondani, és ebben igaz, van, hogy kb. 300 ember miatt tartjuk fenn az egész épületet, meg az egész hivatalt a legtöbb embernek, és azt mondom, hogy 90 nak nincs dolga a hivatallal, csak amikor mondjuk egy esküvő miatt eljön és, és regisztráltatja magát, vagy éppen az esküvőn vesz részt. A legtöbbnek nincs dolga a hivatallal, tehát nem is ismerik a hivatali dolgozókat. Hivatali dolgozók nem látványosan végzik a munkájukat, ők háttértevékenységet végeznek, ezért a piacon sétálgathatnak, senki nem fogja leszólítani őket. Azért szerintem ennél több, több, ember találkozik a hivatalnal, már tény is hogy amióta a kormányablakok vannak, leválasztották azok, mert azóta kev jóval radikálisan csökkent a, az önkormányzati hivatalokkal való lakossági kapcsolattartásnak a száma. Ugye alapvetően a vállalkozók szerintem és a szociálisan rászorulók. Tehát ez a két nagy csoport, akik találkoznak a hivatallal. a, a, Munkavállalók, felnőttkorú keresőképes, ők, ők a legkevésbé szerintem. A szociálisan rászorulók elsősorban, a vállalkozók sem olyan mértékben. Tehát legalábbis Baján azért. Milyen hát, kapnak? Majd hát, igen, ennyit, ennyit körülbelül. Mellékszáll, de ezt azért orjuk el. Mennyiben kiemeltem, nem tudom, hogy Baján a, a kormányok, az hol van, tehát fizikális fizikálisan. Fizikálisan tőlünk 200 méterre körülbelül hogy mennyiben kulcsfontosságú a, a, a kormányablakkal való bármilyen együttműködés, vagy egyáltalán nincsen? Mondjuk az, az építés hatóságot mióta elvitték, azóta azért szorosabb ilyen tekintetben a kapcsolat, mert folyamatosan hozzánk jönnek olyan kérdésekkel, amelyeket egyébként náluk kell megkérdezni. Tehát a lakosságban még, nem ment még át a köztudatba az, hogy az építés hatóság nem nálunk van. Egyébként nem túlszatos a kapcsolat velük, tehát nagyon más területeken dolgozunk mi, mint ők. Hát mert úgy vették át ezeket Igen. a jogköröket, hogy akkor cakunk pakka irodával, Igen. És, és egyébként személyzettel együtt kell adni ezeket Igen. eszközökkel, mindennel, úgyhogy Igen. Na menjünk tovább szépen a fejebben lévő ütemterv szerint, és akkor egyik a következő olyan területet, ahol viszont már nem lehet elmondani azt, hogy nincsen az embereknek folyamatos kapcsolatuk az önkormányzattal, mint az önkormányzati cégek. Személyszállítással az emberek találkoznak, parkfelújítással az emberek találkoznak, és így tovább. Hány és miféle cég van Baján, és hány és miféle cég van Terézvárosban? Uh -huh. Van egy vagyonkezelő cégünk, van egy, egy kertészetés, temetkezés, egy kommunális szolgáltató, egy baja hangja nevű média cégünk van, és van egy turisztikánk, meg egy marketing cégünk. Úgyhogy igen, tehát velük találkoznak az emberek, leginkább nyilvánvalóan a kertészet az, a, ami szem előtt van, tehát az örök kérdés, ami mindenhol kérdés, hogy mekkorára nő a gaz, amit a Fidesz centivel mér egyébként, gondolom itt is, meg mindenhol, nálunk is. Tehát ez egy ilyen örökkérdés. A hulladékszállítást azt részben a kertészetünk végzi, részben pedig hát ugye a mohú most, most már, úgyhogy ez egy ilyen megosztott feladat. A kommunális szolgáltató az egy építőcég, tehát ők építenek járdákat, utakat. Valóban itt is elég sűrű a találkozás, meg sűrű a szitkozódás is, hogy miért nem készül el időben, vagy mikor készül el. A marketing cégünk a gyermek élelmezéssel foglalkozik, tehát a menzával elsősorban, azon kívül rendezvény programszervezéssel. Ez, a sikerül, tudom, ez egy kicsit, ilyen ezt örököltük, igen, a cíli. ezt örököltük, ez a marketing, ez volt az a kis gömböc, amit mondtam. Tehát ott aztán minden benne volt, most itt a négy és fél év során folyamatosan szedtük ki belőle a különböző tevékenységeket. Tehát teljes, teljes kaotikus rendszerben működött ez a marketing, tehát úgy mindent belegyömöszöltek. Most a mai nap és sok minden benne van még, mert én ezt éppen a Tamásnak elmondtam, hogy négy, is, vagy négy éve gyakorlatilag kisebbségből vezetem a várost, ebből fakadóan ez a cég letisztítás, amit én szerettem volna, ez nem ment úgy végbe, mint ahogy szerettem volna, pontosan a kisebbségi városvezetés miatt. Tehát a többség az nem szavazott meg mindenféle átalakításokat, amik pont az átláthatóságot célozták volna. Így aztán ebben a marketing nevű cégben benne maradt egyrészt Egyrészt benne maradt egy gyermekétkeztetés, másrészt benne maradt egy ilyen, egy ilyen, tulajdonképpen egy kiszolgáló cég, akik az ilyen színpadösszerakás, meg ilyen hasonló fizikális munkákkal foglalkoznak, meg egy ilyen egy, egy rendezvényszervezés, vagy inkább azt mondanám, hogy színház szervezés. Van egy művészeti vezetője a városnak, ő dolgozik ott, és, és a jegyirodánk van még benne. Úgyhogy körülbelül ebből áll ez a marketing cégünk. A turisztikai cégünket sikerült letisztítani, tehát az, az most valóban olyan feladatokat végez, amik a profiljához tartoznak. Kautikus volt egyébként a médiacégünk is, mert egy része a médiacégnek ebben a marketingben volt, tehát a bajai rádió az ott volt, meg a bajai TV, a bácskai napló az újságunk az meg nem, úgyhogy létrehoztunk egy ilyen baja hangja nevű céget, amiben a média tevékenység zajlik és mit nem említettem még. Azt hiszem, igen, a vagyonkezelőt, a vagyon ZRT, én azt szerettem volna eredetileg, hogy egy hierarchikus majdnem holding, vagy azt mondom, hogy inkább divíziókkal a 13. kerületet tekintettem mintának voltam is ott többször, ott egy ilyen nagyon jól működő vagyoncég van. És én szerettem volna ezt lemásolni, és Tóth Józseffel beszélgettünk erről nagyon sokat, jó lett volna, de ez sem ment végbe, a, a, pont a, a kisebbségi városvezetés miatt. Ez egy következő cél, következő program. Tehát az én elképzelésem az az, hogy az átláthatóságot mindenképpen úgy tudom leginkább megvalósítani, hogyha ez a vagyonkezelő cég foglalkozik az összes többi céggel, tehát gyakorlatilag egy cégen belül vannak a divíziók, ott a gazdasági tevékenységek tartoznak, még akár a városüzemeltetés, a fejlesztés is lehet ott. A hivatal, ugye a hivatal, tehát hatósági ügyek, és, és a polgármesteri kabinetben meg elsősorban a protokollügyek vannak, meg mondjuk a két intézményünkkel, a múzeum művölési központ, illetve a könyvtárral tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy a cégek azok így működnek, baján. Ilyen felemáson. Még, 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 még előtt a vagyonkezelő, az. az mekkora vagyont is kezel? Hát számszerűen én ezt most meg nem tudnám mondani, de lakások, tehát egyrészt a nem szociális, tehát a piaci alapú bérlakásokat, üzlethelyiségeket ad ki, oda tartozik hozzájuk a strandüzemeltetés például, egy sportközpont üzemeltetése, a piac üzemeltetése oda tartozik, tehát sok minden. Ha ah, tényleg ígérhetné strandot Terézvárosnak. Húha, <laughs> hova? Fo Foszipáját is ajánlottak már páran, de ez nem lehet nálunk, mondom, más területre. Igen, én nem tudom, a holding egyébként az egy jó konstrukció-e, én, én ebben nem vagyok teljesen biztos. Nálunk három cég van egyébként, van a vagyonkezelőnk, amely alapvetően leegyszerűsítve néhány dologgal foglalkozik. A parkolás az nálunk egy igen fontos, és nagyon örülök annak, hogy ez be van szervezve, be van már nagyon régóta egyébként, és nagyon tisztességesen működött, és el kell mondjam, hogy az előző és alatt is, tehát nálunk nem voltak olyan visszaélések, mint sok más kerületben Hallatsz, vagy hallottuk ezt. A, a piac... Hát ennek azért meg volt az oka. az hogy a... Terézvárosi önkormányzat parkolás fronton miért rak rendet? Hát megvolt igen, az előkép, ami egy negatív előkép volt, és erre tisztában voltak azzal, hogy ott bizonyos egyébként korábban akár alpolgármesteri pozíciót is betöltő személyek hogyan Próbáltak vagy nem próbáltak, és nem akarok olyan állítást tenni, amely miatt esetleg feljelenthetnének rágalmazásért, de sötét a múltja Terézvárosnak a 2000-es években, én javaslom, hogy mindenki olvasson utána. Tehát igen, valóban a parkolási divízió, piacigazgatóság, maga a vagyonkezelés, ezek a bérlőink klasszikusan, ezek nagyon fontos elemek, illetve a fejlesztések. Nálunk, a vár, vár, ugye, nálunk van az a műszaki tudás, az a szakmai tudás, amikkel a, a mondjuk a közterület fejlesztéseket viszik. A, van egy jóval kisebb, 5 10 ez a kulturális cégünk kvázi a 5 a központja, ami, ami a kulturális ügyeket viszi, illetve van egy köztisztasági és kertészeti cégünk, megint csak nem külső erőforrásokkal dolgozunk, tehát saját munkavállalókkal, mind a köztisztaság, mind a kertészet terén, ebben is szerintem vannak rosszabb példák Budapesten, és arra is büszke vagyok, hogy itt mi jelentős összegeket fektettünk bele abba, hogy, hogy fejlesztjük ezt a területet, még ha olyan nehéz is. Olyan szerintem ez, mint otthon a mosogatás, meg a mosás, hogy mindig termelődik újra az a piszok az utcán is, de el kell végezni a feladatot, úgyhogy azok a hőseink, akik ki vannak az utcán is, ezt elvégzik. Azt mondja a K-Monitor, hogy annak köszönhető, hogy mind Baja, mind Terézváros jól szerepelt ez az átvilá átláthatóság átvilágítása, hogy szép redundanciával éljek, mert hogy a cégek átláthatósága javult jelentősen az elmúlt időszakban. Ez miben nyilvánul, meg mit lehet csinálni, főleg amikor valaki kisebbségből kormányzik, akkor, akkor mit lehet úgy tenni, hogy a cégek működése az... Jobban áttekinthető legyen polgárok, újságírók, pályázók és döntéshozók számára egyaránt. Mert ugye, csak fél pillanat, hogy az én is a sötét múltamból, ezt ne kerüljük meg, hogy én a 2000-es években a, a, a kettővel előtted lévő... Ö, ö, polgármesternő, aki még a hetedik kerületből ismert engemet, amikor még a 2000-es évek elején, meg a 90-es években képviselő voltam, nagyon rendes volt és ajánlott nekem egy ilyen meglehetősen minimális ilyen tanácsadói szerződés. Akkor ugye az volt, hogy csomó például az ötvös tíz, ami akkor még nem volt, ilyenekre próbáltam rábírni őket, és hiába van embereknek önkormányzat környékén a szerepe, egyszerűen nem látják át egy másik terület szövevényét, és ott félti őrzik is mindannyian a maguk kis területét, hogy véletlenül se lehessen. pedig mondjuk például egy akár csak egy kerületről van szó, akár egy megyei jogú városról, kultúráját sem lehet átszabni úgy, hogyha az ember a, a vagyoni, üzleti, egyéb viszonyokra nem, rá, nem lát rá. No, szóval, miként lehet egy cégnél mondjuk mindezt elérni? Az első az a profiltisztítás volt, amin, ahogy említettem, az előbb nem jutottam végig, de, de azért nagyon nagy lépéseket tettünk előre, abban a tekintetben, hogy az adott cégben a saját profiljához illő tevékenységek folyanak. Tehát ez volt az első lépés. A következő lépés az az volt, hogy az első pillanattól kezdve volt nekem egy ilyen rendszeres cégvezetői megbeszélésem, ahol minden cégnek a vezetője ott volt, és kijelöltük az utat együtt. Tehát például azt, hogy működjön mindegyiknek egy Facebook oldala, rendszeresen jelenjen meg a baja hangja különböző fórumain, tehát a tévében, újságban, rádióban, tegyék közzé azokat a közleményeket feltétlenül, amiket fontos közzé tenni. Tehát, hogy valóban legyenek nyitottak a város felé. Tehát a város tudjon róluk, hogy mivel foglalkoznak, hogyan foglalkoznak azzal az adott dologgal, és, és valóban a vezetők legyenek elérhetőek. Tehát legyen fogadó órájuk, lehessen megkeresni őket. Úgyhogy ez volt az első, második lépés. Utána a következő az nyilván az, hogy, hogy ők is feltöltik a, az adott rendszerbe a dokumentumaikat. Bár azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy az emberek nem a dokumentumok keresésével, vagy szerződések bugadászásával töltik az időt, tehát szerintem ez a kevésbé jelentős a számukra. Tehát lehet, hogy a K-monitor számára ez fontos, hogy elérhetőek ezek a dokumentumok. A lakosság nem dokumentumokat szeret bogalászni, hanem konkrétan szeret belelátni a tevékenységbe. Úgyhogy, úgyhogy, én, én ezt a részét, tehát az alpolgármester, aki foglalkozott a dokumentumokkal, ő azt a részét erősítette, én meg a másik részét. Tehát ezt a valóban nyissunk kifelé, mondjuk el, kik vagyunk, mit csinálunk. Az is segíti ezt szerintem, mert Persze valóban így van, hogy mondjuk a szerződések nem mindenkit érdekelnek, de mondjuk a versenyszélesítése is megvalósul egy olyan honlappal, ami nálunk példa, hogy a vagyonkezelőnek a honlapján korábban ilyen Excel táblában fel volt a tölt, hogy mik a kiadandó bérlemények, és, és nagyon szuper volt, azt csak meg lehet nézni, hogyha valaki felhívta számot, amit esetleg felvettek, és akkor esetleg megbeszéltek egy időpontot, és megnézhette, hanem most már fotókkal van minden egyes a leglakottabb ingatlanjainkról is, fotókkal van egy, egy minden, minden, minden ilyen bérleménynek aloldala, és így nyilván bővül a verseny is, hiszen valakit a, a érdeklődik, hogy ő szeretne nyitni egy gyroszost, barbershopot, a leggyakoribb most mostanában, azt hiszem, vagy bármit, és akkor megfigyelheti. egy barbersok egymással. Hát, egyben. <laughs> így van, így van a Szondi utcában. Uh, igen, szóval, hogy ez az egyik, egyébként a cégeinkben én, én arra büszkélök, hogy, hogy horizontálisan ez a szemléletet sikerült megvalósítani, de azért voltak problémák. Uh, ez egyben érzelmi is néhol, olyan igazságtalannak érzi néha az ember. Mondok példát a a az ez a minimum programban azt is, ugye, hogy nem kérünk pénzt például a közérdekű igénylések teljesítéséért, ami ezt tartottuk is magunkat, de néha azért volt olyan, hogy odaírtuk alulra, hogy egyébként ez ennyi munkaórába kerül. Ez lássa a másik fél. Ezek az ilyen, vannak a visszaélésszerűek, ezt valószínűleg mindenki ismeri, ezek ezek politikai aktorok, tehát hogy nem, nem, nem általános érdeklődők nyilvánvalóan, aki, aki tényleg sok ezer uh, régi dokumentumnak a beszkennelését és, és a többit várja el. Nyilván ezt mi is végezzük egyébként diákmunkásokkal folyamatosan, hogy ezek már online fel legyenek, uh, de azért itt voltak tényleg visszaérszerű dolgok, és volt olyan, ami, ami amire odaírtuk az aljára, hogy nem tudom, ez uh, egy két munkatársnak került két hétbe, nem tudom hány órába. Szóval, uh, de eh ehhez is tartották magukat a cégületük is, szerencsére hogy nem, nem kértek pénzt ezekre a tűnéseket. Egyébként, ha a dokumentumokról beszélünk meg az átláthatóságról, akkor azért én szeretném felhívni a figyelmet egy, egy olyan fajta csavarra, ami, ami gyakorlatilag a, a negatívumok felé tendál. Tehát azáltal, hogy átláthatóvá váltunk, azáltal ez a Fideszes trollok számára is nyilvánvaló átláthatóságot jelentett. Én rengeteg olyan támadást kaptam, tehát szó, lapozták a várost azzal például, hogy nyilatik lát a tanácsadói, és akkor nem tudom hány milliós fizetések. Egyszerűen azért, mert az egyszerű is nem tudom, bruttó 480 ezeres fizetést felszorozták 12-vel meg 5-tel, és akkor odaírták. Gyakorlatilag még a vagyonvezető cégünk vezérigazgatójára is azt írták, hogy a tanácsadom. Tehát, tehát megszólták a várost egy ilyen totál feldítésekkel teli, de valódi dokumentumokból kiolvasható számokat tartalmazó, csak, csak, nagyon fedett tükörben mutatott szórólappal. De most ezt nem egyszer, nem kétszer tették meg, tehát sokszor végig gondoltam, hogy hát jól tettem én ezt egyáltalán, hogy minden, tessék, itt a szívem nyitott vagyok, nyitva van minden, minden hozzáférhető. A támadási felületet is megadom ezzel a, a, a méltatlan támadást, meg azt, a, azt az erkölcsi nélküli támadást, amiben ők azért nagyon jók. Nagyon jó, ne fideszes mert szerintem nagyjából minden egyes párt és pártkörére körére elírható. A történetesen pont a e, szocialisták, e, és abból kiugrott ága csinálja ezt, de ilyet láttam én már e, DK-stól momentumosan át e, bármi másik. E, igen, az ellenzékével együtt kell élnie minden egyes város irányítónak. Ennek ellenére azért az átláthatóságnak vannak olyan kézzelfogható, és megint csak nem a korrupcián irányba mutató előnyei, erről mondjuk a Józsefvárosi e, e, kerület e, gazdálkodási e, osztálynak a vezetője számolt aki felelős volt azért a területen, hogy sok esetben, amikor információért fordulnak a hivatalhoz, nem feltétlenül külső szemlő, nem feltétlenül troll és nem feltétlenül újságíró, hanem mondjuk a felújításával Érdeklődik egy tetőfelújításról, akkor nagyon sokszor elég már egy linket elküldeni válaszként. Tehát nem kell ott munkaórákat eltölteni azzal, hogy valaki összeválogassa. Másfelől az, hogy megpróbálnak olyan módon is proaktívak legyenek, amikor vannak önkormányzati feladatok, amelyeket meg kell tendereztetni, akkor elkezdenek szólni egy adott körben vállalkozóknak, akik először még csak nem is értik azt, hogy tényleg erre lehet pályázni, és, és hogy arra lettek figyelmesek, hogy a ciklus közepére már sokszorosan jelentkezők száma, amely érezhetően lejjebb viszi az árakat. Ez abszolút, ez, ez teljesen igaz, és én nem kérdőjelezem meg az átláthatóságot, csak azért a sok-sok pozitívum mellett, azért nyilván Tamás neked is meg kellett küzdeni időnként ezekkel a. Ja, hogy látszik, akkor mindjárt rá is csapok. Tehát e ezekkel a dolgok. Egyébként meg igen, igazad van. Tehát sokkal egyszerűbbé vált, meg, meg valóban a pályázóknak a száma az baján, és sokkal több. Tehát azáltal, hogy hogy látszanak ezek a dolgok. Persze sok költsége van ennek, szám. a, a, a legnagyobb baj az, hogy a sem a társadalom, sem a hát politikusoké különösen, meg a politikának valahogy ez a, az egészsége, mentális egészsége, az, az, az nem tartott, hogy ezeket korrekten kezeljük. Nem tudom, hogy valaha tartotta -e ott. Tehát ez lehet a politika sajátjén, nem. Én szeretnék hinni abban, hogy lehet más a politika, de azért az ebben eltöltött éveim minden egyes évem az inkább abba az irányba, hisz hogy, hogy nem nagyon e, sajnos, és valóban most a rendelkezésre adatokat úgy használják fel, ahogy, e, ahogy akarják. Egyébként van még költsége persze az a a, a, megint csak a mentális egészség, azt hiszem. A, a testület ülésétük, például az élő közvetítése, az mindenkiből kihozza a benne rejlő, vagy hát nem annyira rejlő, de cicerót, mindenki azt gondolja, hogy most fogja megtartani élete beszédét, és, 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 és szörnyű, 10 perceken keresztül szeretnének beszélni, és mindenki, mert azt gondolják, ez nézi valaki, szerintem elég kevesen nézik a közvetítéseket, nem tudom, erre nem néztem kimutatást, de valószínűleg viszonylag kevesen, követik ezeket, ami viszont költség a többi képviselő nézve, akinek hallgatnia kell ugye ezt, meg a hivatali dolgozókra, de mindez nehezen számszerűsíthető. Úgyhogy valóban én is, én is azt látom, hogy ez az előny például, hogy, hogy linkeket elég küldeni, sőt, nem tudjuk, hogy hány kérdést előz meg az, hogy fenn van valami, hiszen legtöbben megnézik, és ó, ez itt van, tök jó, tök szuper. De például, amit, amit én a kabinetemben alkalmazok egy szemét arra, ez a, a levelezésem. Tehát a Facebookot személyesen kezelem, de van a levelezés, mert nagyon sok kérdés fut be közvetlenül hozzám, és szerintem ez nagyon fontos, hogy aki utána jár egyébként, minden osztályon, cégeinkben, hogyha feltesznek egy kérdést, ami, ami szakmai esetleg, és, és így is nagyon sok, ami nem közérdekű a mégis de mégiscsak valamiféle érdeklődés, hogyan lehet ezt csinálni, hogyan lehet azt csinálni, és abban is nagy segítség ezek az online már elérhető információk. Igen, ez, ez mondjuk ugyanígy zajlik nálunk is, hogy a levelezésemet egy valaki kezeli, pontosan ebből azokból, és a Facebookot meg ugyanúgy én magam, de valóban rengeteg olyan kérdés van, ami, ami tényleg csak arról szól, hogy egy linket elég elküldeni, és akkor egyszerűsödik ez az egész. Én is magam kezelem a levelezésemet. Amit abból szokott állni, hogy azonnal le is tiltom, aki. Igen, egyébként ez még egy, ez még egy érdekes kérdés, az emberek saját Facebookjának a kezelése, és itt az erkölcsi a dilemmák is felvetődnek, hogy politikusként, közszereplőként, és aztán meg ugye közhatalmat betöltő személyként, nekem mennyi, mennyire van jogom letiltani embereket a saját Facebookon, nyilván te ezt sokkal könnyebben megteheted, mi szerintem kevésbé, és én erre törekszem is, én, én azt hiszem az a szabályom, hogy akkor, hogyha, hogyha más kommentelők kell szemben beszélnek úgy, ami elfogadhatatlan. Tehát, hogy az, hogy velem szemben vádaskodnak, vagy éppen kevésbé cizelláltan fogalmazva küldenek el melegebb éghajlatra, az még oké, okay, de amikor mondjuk erőszakkal fenyegetnek más kommentelőket, vagy, vagy őket egyfolytában hülyézzék, hülyézik, vagy hasonló, azokat, azokat szoktam, de szerintem egy kezemben meg nem számolni, hány ember van kitiltva az oldalamról. Hát ezt én is így gondolom, én a stílus alapján szoktam szelektálni azért. Tehát, tehát hogyha, hogyha a nyomda festéket hát nem tűrő a stílus, akkor azt én sem Tűröm meg az oldalamon, de ezt azért oda is szoktam írni, hogy hogy a kultúrát megfogalmazom. Lehet kritikát megfogalmazni, de legyenek kedvesek, kultúráltan tegyék. Jó, a végére még egy kérdést tartogattam magam számára. Baját, innentől kevésbé érinti már két évvel ezelőtt. TIG viszont ez ö, ö, jobban, de egyik város vagy település sem állt önmagában. Terézváros Budapest része, van fölötte ráadásul hogy Budapesten kétszintű önkormányzati rendszer van, egy másik önkormányzat, amelynek egyébként a döntéshozatai testületének tagja vagy, illetve Baja, ugye a megyei önkormányzat, Tal valamilyen kapcsolatban volt addig. Mert sőt, egyébként most is, hogy megyei jogú város lesz, de nyilvánvalóan a kapcsolat minősége más. Az átláthatóság, a, a, a transzparens működés ebben a viszonyban mennyire fontos. Mert ugye bár itt a túloldalára kerül egy önkormányzat ugyanannak, amikor szeretné tudni, hogy a megyében milyen fejlesztés lesz, ki hogyan, hogyan férhet hozzá uniós pénzekhez, milyen rendezvény lesz egyáltalán, amit a megye szervez, meg főleg ugye, hogyha más az irányítása a megyében és más a városban. És oké, okay, most Budapest esetében, színre szín van, ugyanaz a, a koalíció koalíciójány, de még akkor is ez egy hivatalnok esetében, akinek el kell menni a főpolgármesteri hivatal valami illetékes ügyosztályára egyeztetni valamit, ez azért nem olyan egyértelmű. No, tehát ebből a szempontból. Igen, baj elég bonyolult és speciális helyzetben van ilyen szempontból. Bács Kiskun megyében, vagy Vár megyében én vagyok az egyetlen ellenzéki polgármester. Nagyon sok független van, független. Meg elég sok fideses. Na most egy nagyon konkrét példa, éppen amit az előbb említettem, ez a konzultáció az oka az volt, hogy amikor a, az uniós források, tehát a, a 21-27-es források elosztásáról volt szó, akkor engem meghívtak a megyei önkormányzathoz azzal, hogy hát egy árvízvédelmi program is része tulajdonképpen a csomagnak, de hát árvíz az max baján tud lenni. Tehát akkor a Petőfi-sziget, van egy ilyen szigetünk, köré építsünk egy betongátat és erre a ránk jutó 4,6 milliárd forintból 2,4 milliárd forintot el kell különíteni. Na most én ott azonnal minden hajam szála égnek át, mert a baján a petőfizikát olyan, mint egy szent tehén gyakorlatilag, tehát ahhoz hozzáérni nem lehet, meg annak csak zöldnek szabad lenni, amivel én egyet is értek egyébként, úgyhogy mondtam, hogy ezt nem, na és akkor láttam a csapdát benne, hogy ezt azért találták ki, mert ugye a betonban van a pénz egyrészt, másrészt meg ezzel gyakorlatilag, hát most csúnyán szólva engem a bajaiak az első lámpavasra fölkötnének, hogyha én oda körbe betongáltat építettem volna, és ezért írtam ki ezt a konzultációt, hogy szeretnének-e a Petőfi sziget köré betongáltat az emberek, és olyan egyértelmű nem volt a válasz, amivel le lehetett keverni a megyei ön önkormányzatnak ezt a ravaszkodását. Mert ez egy ravaszkodás volt, ez egyértelmű volt, hogy vagy elfogadom a fejlesztést, és azt mondom, hogy oké, okay, legyen, vagy hát az a pénz, az csak árvízvédelemre használható, tehát akkor innentől kezdve ugrott és akkor ehelyett egy ilyen hídfelújítási pályázatot nyújtottunk be, amit persze nem fogadtak el, tehát gyakorlatilag a, azért megvolt ennek a, a módszertana, hogy, hogy hogyan kell egy kicsit a ellenzéki önkormányzattal kibabrálni, de alapvetően nincs rálátásom a megyei önkormányzat működésére, már csak azért sem, mert annak idején 19-ben elnékszett a, a Momentumnak volt egy ilyen hogy nem, nem halmozzuk a pozíciókat, úgyhogy én bár a megyei listát vezettem, de lemondtam a következőnek a javára, aki meg aztán kilépett a Momentumból, tehát gyakorlatilag a megyei önkormányzat működésére... Elemben veled, aki... Igen. Aki szintén kilépett a Momentumból. Igen, ez így, van. ez így van, de az egy egészen más történet, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy nincs rálátásom a, a megyei önkormányzat működésére, a protokolláris működésre igen. Tehát mindenhova kapok meghívót, ez természetes, de arra, hogy igazán, hogy működik, arra sem rálátásom nincsen, sem rá hatásom nincsen. És egy nagyon érdekes dolog még a megye jogúvá válásról, hogy ez mennyire visszaütött nekünk. Tehát mi volt az oka? Az oka az az volt, hogy a 22-es választásoknál a mi országgyűlési képviselőnk az ászlájára tűzt, hogy baja legyen megyeszékhely. Mert hogy egyébként Bács megye kétszer akkora, mint a többi. És ez nagyon jól futott ez a, ez a téma, ami miatt azonnal kitalálták, hogy hát akkor legyen megye jogú város, Baja, és még abban az évben március 15-én megyei jogú város lettünk, ami által az addig beadott pályázataink gyakorlatilag kukába kerültek, mert a megyei önkormányzat közölte, hogy innentől kezdve ugye a megyei jogra más szabályok vonatkoznak, másfajta pályázatokat adhatunk be, tehát kell egy FVS, ö, onnantól ez az legalább másfél-két év. Tehát az összes pályázatunk csúszott két évet. Emiatt, a megyei jog miatt. Úgyhogy mi ezzel nem jártunk nagyon jól eddig, mert forrásokat nem kapunk pluszban még a megyei jog miatt. Feladataink vannak, amit el kell látnunk, és a pályázatok azok megcsúsztak rengeteget. Nyilván más a helyzet, a főhársi önkormányzattal a kapcsolatunk. Hát, valóban olyan szempontból sokkal közelebb, hogy én a főváros közgyűlésben. A politikai oldaldal is van egy kapcsolatunk, tehát nyilván a főpolgármesterrel, a, a, a kabinetben is együtt dolgozunk, és én azt gondolom, hogy alapvetően a politika iránya is ugye ugyanaz, egy progresszív városfejlesztési és városfejlesztési politikát, politikában hiszünk mind a ketten, vagy mind a két vezetés, ilyen konfliktus nincs. Ami van szerintem, az inkább ebből a két szintű közigazgatásból adódik, ez nagyon nincsen jól leosztva, és uh, lehet ezt mondani mind a két irányba. Tehát biztos vagyok benne, hogy vannak olyan hatáskörök, amik jobb, hogyha a fővárosnál lennének, lehet, hogy túl sok kerület van, ezt is sokszor felhozzák. Uh, viszont van a másik oldal is, amikor azt látom, hogy az a, az a gondos gazdaszemlélet, ami mondjuk egy polgármesterben szerintem a legkisebb településtől tényleg a legnagyobbig ott van, mert hogy a politikus azt akkor hogy megválasszák, ezért aztán ő, hogyha kell, akkor ő is kimegy a patak szélér felszedni a szemetet, vagy kicserélni azt a, az izzót. Az nincs meg a főársi cégekben leginkább, és a főársi esetleg a hivatalnak az egyes szerveiben sem. És ott érzem a kommunikációban, néha megijedek egyébként, most név nélkül, de van olyan, cégvezető, akivel leveleztem, és így megértem, hogy ha nekem így válaszol, egy ügyfélnek, hogy válaszolhatnak ebből a cégből. Tehát, hogy annyira lepattintósan, annyira. Tehát inkább ilyen problémáink vannak nekünk, úgyhogy. Ha, ha, ha egyszer valaki megkérdezne a mindenkori kormányból, vagy az országgyűlést alkotó többségből, akkor biztosan lennének tippjeim arra, hogy hogyan kéne a közigazgatási rendszert egy kicsit módosítani. Egyébként hogy az utolsó mondathoz az, az azzal csatlakoznék, hogy rengeteg felterjesztéssel fordultunk a parlament felé, a kormány felé. Tehát a lepattintásnak egyébként a fokozatairól lehetne beszélni, úgyhogy Jó, igen. Itt is van egy több százezres önműködő rendszer, tehát a, a magyar közigazgatás Most eszméletlen mennyiségű mintával, hagyományjal, nehezen mozdíthatósággal. Hagyomány, ez a igen. igen, igen. <laughs> Érthető, hogy ehhez nehezen nyúl hozzá az ember vagy a döntéshozó. Nagyon szépen köszönöm Nyilati Klára. Baja, illetve Soproni Tamás Terézváros polgármesterének, hogy itt volt velünk. Ez volt az Átlátszó és a K-Monitor közös podcastjének harmadik adása. Folytatjuk még. Köszönjük, meg Köszönjük évest. szépen!